A velencei jegyzőkönyv értelmében 1921-ben ezekben a napokban Sopron és környékének lakossága népszavazáson döntötte el, hogy hazánkhoz tartozzanak-e. Ez volt a trianoni békeszerződés egyetlen komolyabb területi revíziója, amit a nagyhatalmak tartósan elfogadtak. A lakosság voksolt, és annak ellenére, hogy sok német ajkú soproni polgár volt annó, ők lettek a leghűségesebb város. Részletek Cinege Leventétől. A döntés lehetősége kivételes volt a teljes trianoni korszakban, hiszen ilyen népszavazásra szinte semmelyik egyéb határszakaszon nem volt mód. Erről Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa beszélt műsorunknak. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az ország birtokon belül volt, tehát még a trianoni rendelkezések után 1920 nyarán sem ürítettük ki azokat a Marburgiának mondott területeket, amelyeket a trianoni békediktátum Ausztriának ítélt. Tehát itt egy utólagos döntésre volt lehetőség, szükség, és amikor az osztrákok bevonulnak a területre a békediktátum alapján 1921 kora őszén, akkor tulajdonképpen ezzel szemben bontakozik ki egy népmozgalom is, amely élvezi a magyar kormánynak a hallgatólagos támogatását. Ligeti Dávid elmondta, annak ellenére szavazott Sopron Magyarország mellett, hogy a lakosság nemzetiségi összetétele önmagában ezt egyébként nem indokolta volna. Nagyon jelentős német anyanyelvű lakosság élt a városban és a környéken is. Az, hogy akkor ők Magyarország mellett döntöttek, ez mindenféleképpen egy nemzetiségről tett tanúbizonyságot, és ebben cáfolja azokat a toposzokat is, mint szerint a Burgán lecsatolása azért van igazságos kvázi, mert ugye a lakosság nagy része német vagy horvát anyanyelvű volt a területen. Ez természetesen maga mint tény igaz, de azt is meg kell állapítanunk, hogy önmagában azáltal, hogy ki milyen nemzetiséghez tartozik, milyen anyanyelvet beszél valaki, ez még nem döntő kérdés egy ilyen vonatkozásban, hogy melyik állam az akar feltétlenül csatlakozni. Tehát ezek voltak a legfontosabb szempontok. A soproniak tudatában is és a nemzet szempontjából is nagy jelentőség volt ennek a 21-es népszavazásnak, hiszen mégiscsak egy szimbolikus és jelképes dologról volt szó, ahol ilyen léptékben szavazásra került sor, ott az emberek, ahol dönthettek, ahol megkérdezték őket, ott Magyarország mellett döntöttek. A leghűségesebb városban pedig még mindig ez az időszak az év legnagyobb ünnepe, részletezte Farkas Ciprián, Sopron város polgármestere. Ekkor szoktuk tartani azt a városi ünnepséget, amikor a díszpolgári címet adományozunk, és egyéb városi kitüntetéseket nyújtunk át az arra érdemeseknek, akiket előzőleg a közgyűlés titkos szavazáson érdemesnek talált ennek a díjnak az átvételére. Módonban állna kitüntetést adományozni, de úgy gondolom, hogy ez nem lenne elegáns távolról sem. Ezért úgy határoztunk, hogy amikor a pandémia úgy alakul, a jövő év első hónapjaiban bízunk benne, hogy meg tudjuk tartani az első közgyűlésünket, akkor ezt napirendre vesszük a városi kitüntetések adományozását, és szavazni fog a közgyűlés a megfelelő körülmények között a ünnepség keretében át fogjuk azokat nyújtani. Sopron egy igazi lokálpatrióta város, elmondható, hogy az elődök kijelölték a helyes utat, tetteikkel példaként szolgálnak még ma is, hangsúlyozta a polgármester. Voltak éppen örök példát adtak, hogy embert próbáló időkben a hűség és a hazaszeretet lehet az egyik legfontosabb támaszunk. Sopron, mint a leghűségesebb város, bátran helyt állt a magyar történelemben. Erre nagyon büszkék ma is a soproniak, és élénken él a szívükbe. Ez az identitásunk részévé vált az elmúlt 100 esztendőben. Ez ma is meghatároz bennünket, és úgy hiszem, más magyar polgárok számára is meghatározza a Sopronhoz való viszonyulást. A német kultúra és hagyomány a Sopronban mindig nagyon erős volt. Különösen az első világháború előtt ez egy német ajkú település volt. Erre a mai soproni ember büszke, és én is büszke vagyok rá, hogy egy olyan városnak lettek a polgármester, ahol egyébként 100 évvel ezelőtt még német ajkú polgármesterek voltak hivatalban. Hogyha a német kulturális szálat a város kulturális szövetéből kihúznánk, akkor tartok tőle az egész esne szét. Tehát nagyon fontos a kulturális hagyaték a németségnek ezen a területen és ebben a városban, és ma is együtt élünk vele. A Sopronban egyébként mindenki, aki erre vágyat érez magában, járathatja gyermekét német ajkú óvodába, iskolába, és a német kulturális hagyományápoló körök is szép számban jelen vannak a városban. Farkas Ciprián hozzátette, bár a magyar identitás az alapvető, mégis szoros a kapcsolat a német kultúrával, és ez minden bizonnyal a következő évszázadban sem lesz másképp.